Ezen a héten az eddigi legnehezebb feladatom várt Derbyban. Egy borzalmas olasz étterem, ami leragadt a 70-es éveknél. Ezek az árak kb. 10-15 éve voltak aktuálisak. Szánalmas konyha. 3 napja mondom, hogy nincs edénymosónk, és senki nem csinált szart sem. És rettenetes ételek. Ez a csirke nyers, és semmi szükségem egy rohadt szalmonella fertőzésre. Ha nem tudok segíteni, a hely új tulajdonosa 500 000 fontot bukik az üzleten. Be is zárhatnánk, legalább a pénzem megmaradna. Remzi a konyha ördöge, a La Gondola étterem. A La Gondola olasz tulajdonosai Velence pompáját hozták Derbyba, amikor 1968-ban megnyitottak. Az étteremnek azonnal hatalmas sikere volt. Annyira tele volt mindig, hogyha nem foglaltál asztalt 2-3 héttel előre, nem is volt hely. Csodálatos hangulata volt, és a legjobb étteremnek tartották a városban. Daniela itt ünnepelte a 21. születésnapját, és az esküvője is itt volt. Annyira szereti ezt a helyet, hogy fél éve megvette. De mit is vett valójában? Hú, a rohadt életbe! Ez bazi nagy. Óriási! Egy 125 férőhelyes étterem és egy 21 szobás szálloda elég nagy falat. Főleg, ha úgy néz ki, mint ez. Hihetetlen, még a Gondola is totál le van pukkanva. Üdv! Jó estét, Mr. Remzi. Gordon. És? Daniela, hogy vagy? Jól, főleg most, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy eljöttél. Nincs mit. Hú, ez aztán... Azt hiszem, visszamentem az időben. Kicsit tényleg olyan. Mennyi idős a hely? Majdnem 40 éves. Tényleg? Még a padló is. Nyikorok. Igen, nyikorok. Remek, van alatta valaki? Csak egy borospince, ott tartom a finom borokat. Vigyázz, be ne szakadjon alattad. Péntek van, este 8 óra, és lehet némi evőeszköz csörgést hallani, de egyébként elég üresnek tűnik a hely. Hány foglalás van vacsorára? 4. 4? Igen, egy 4 fős asztal, ennyi. És pont ez a gond, itt ez a gyönyörű étterem is állandóan üres. Nekem csak egy kérdésem van. Miért vetted meg, ha még soha nem vezettél éttermet vagy szállodát? Miután édesanyám meghalt, és túl voltam a válláson, állandóan az étterem járt a fejemben, és egy este azt gondoltam, ez az. Megveszem a La Gondolát, és egész éjjel erről álmodtam. Épp jön ki pár vendég. Jól van. Viszlát, jó éjszakát! Íz lett a vacsora? Igen, köszönjük. Remek. Francba, azt hiszem, az asztalon hagyták a fogukat. A 70-es évekbeli csillártól a művirágokig minden rettentően idejét múlt. Olyan, mintha a múltban lennénk. Igen, és már sokat gondolkodtam, hogy változtassunk-e rajta, vagy várjuk meg, amíg újra ez lesz a divat. Akkor már túl késő lesz, ha addigra tönkre megy az étterem. Akárhová nézel, tiszta 70-es évek. Még a kaja is úgy hangzik. Füstölt lazac, sárga dinnye portóival, brísajt, paradicsomos lepénnyel. Rengeteg fogás van az étlapon, majdnem 100, de ezek közül csak néhány olasz. Előételnek bolognai spagettit kérek. Egy bolognai spagetti. Mert végül is ez egy olasz étterem. Igen. És friss a spagetti? Igen. Köszönöm. A legegyszerűbb előételt rendeltem, de úgy tűnik, még így is nagyon lassan megy. Aztán rendes spagettit csináljatok neki, basszus. Ne azt az ősrégi szart kapja, ami abban volt. Gered, csináld meg, jó? Elnézést, hogy ilyen sokáig tartok. Semmi baj. Gond van a konyhában? Nem, csak rendelésre főzték a tésztát. Remek, köszönöm. Szóval elnézést kért, hogy ennyi ideig tartott. Ami azért volt, mert frissen főzték ki a tésztát. Na, náhogy frissen, basszus. 4-szaros vendég van az étteremben. Ez előételnek elég nagy adag. Főleg ennyi pénzért. Egy hegynyi bolognai spagetti plusz egy lazacos főétel 6,50 font. Nem csoda, hogy döglődik a hely. Gerett, ki tudnál nyitni egy rákleves konzervet úgy, hogy ne lássák? Na, amit most láttam, az nagyon gáz. Külön szolgálják fel a zöldséget. És ez már 99-ben is 25 éves lemaradást jelentett.
A lazac is hatalmas, és ahogy az egész étterem szinte egy zavarba ejtő időutazás. Ahogy múltak az évek, mindig csak hozzáraktak valamit. Basszus, 1975 van, rakjunk rá egy kis kagylót. Ó, francba, 1980, tegyünk rá egy kis cukorborsót. 85-ben a ratatouille menő, tegyünk rá azt is. És végül 1990, mehet a pirított krumpli. Mennyiség a minőség előtt, tipikus 70-es évekbeli hiba. És micsoda meglepetés, a főszakács Steve Strone 1975 óta dolgozik itt. Ekkora adagokat még életemben nem láttam. Nem kell rá a kagyló, és a rák sem. De így van az étlapon, és nekem azt kell követnem, ami oda van írva. Na jó, de mióta itt dolgozol már? Bármikor megváltoztathattad volna az étlapot, és akkor most valami egyszerű lazacos étel lenne rajta. Ebben a műfajban két választásod van. Vagy haladsz a korral, vagy elszalad melletted az idő. Te leragadtál valahol a múltban. Mikor egy étterem ennyire leragad valahol, akkor egy idő után minden elkezd rohadni. A személyzet ellustul, és próbálnak mindenen spórolni. Muszáj rájönnöm, hogy pontosan mi folyik itt. Ma egy születésnapi vacsora van az étteremben. Az ilyen rendezvények lehetnének a La Gondola megmentői, de ezekből sincs elég ahhoz, hogy fellendítsék a helyet. Erre az évre eddig 9 esküvőnk van. De ez nagyon kevés. Nagyjából 30 kéne, hogy minden rendben legyen. Ma este 25 vendégre főznek, úgyhogy most megnézhetem, hogy bírja a konyha, ha 4 embernél többet kell megetetniük. 4 kész. Csak 10 perc, de a konyha már is nagy bajban van. Elfogyott a friss tonhal. Akkor most jön a B-terv. Franz se tudja, mit fognak csinálni, de az biztos, hogy a B-terv szerint. Tudsz erről valamit? Nem. Biztos? Biztos, nem tudom, mi az. Szóval mi a B-terv? Konzerv. Aha, szóval a konzerv. Vagy úgy. Konzervtonhal tökuncsi salátán. Ezt még a nagyanyámnak sem lenne képe felszolgálni. Ez a hely még csak nem is emlékeztet egy konyhára. Semmi energia, semmi izgalom, és semmi szenvedély vagy odafigyelés. Csak rálapátolják a kaját a tányérra, és már mehet is. És a főételek sincsenek rendben. Elnézést, nem kértem szószt. Szósz nélkül kérte elnézést. Igen. Hol van itt leírva, hogy szósz nélkül? Sehol. Úgyhogy én nem tehetek semmit. Steve rögtön Stellát, az üzletvezetőt hívja. Soha nem visszük ki szósz nélkül. Már megint az én hibám. Na-na. Megoldottad? Nem igazán. Majd hétfőn elintézem. Ha kért volna rákszószt, akkor rajta lett volna a rendelésen. Stella ugyan elszúrta a rendelést, de Steve ahelyett, hogy összeszedné magát és helyrehozná, neki áll köteke. Most felmész? Miért? Mert ha igen, akkor szólhatsz Daniellának, hogy jöhet edényt mosni. Miért? Nincs, aki megcsinálja. 3 napja mondom, hogy nincs edénymosónk, és senki nem csinált szart sem. Steve, itt te vagy a főnök, a konyha a te dolgod. Beszélj Dennel. Akkor te mosod kezeidet. Amíg ők veszekednek, a pincérek még mindig hordják ki a főételt. Ez egy kupleráj. A La Gondola első osztályú étterem akar lenni, de ennek ellenére csak úgy zúdítják kifelé az újra melegített szemetet. Belga almáspite. Mitől belga ez? Készen veszed, igaz? Igen. Aha, értem. Igen. De azért lásd be, egy almáspite baromi egyszerű dolog. Egy rendes szakács csukott szemmel is meg tudja csinálni. Akkor nehogy azt mondd, hogy szívesebben megveszed készen, mint hogy megcsinálod. Sokkal szívesebben csinálnám én, de nincs meg hozzá a képzett személyzet, az időről már nem is beszél. Jó, így mennyi idő megcsinálni egy almáspitét? 1 óra, 40 perc. A mikróban melegíted? Igen. Ennek a pasasnak egy rakéta kell a seggébe. Ezt neked semmi megcsinálni, igaz? Igaz. Nem töröd össze magad, azt tuti? Volt ez másképp, és még lehet is. Jó lenne, ha végre nem a múltban néznél, hanem előre. Nem az emlékeidért fizetnek. Nem, ma csendes napunk van. Értem. Most is bírnám a strapát. Basszus, hát persze. Daniel a 500 000 fontot költött a La Gondolára, ami aztán csak tavaly 75 000 font veszteséget termelt. Ha nem hajlandó tudomásul venni, hogy mi folyik a konyhában, akkor csak az emlékei maradnak, meg egy jó nagy adósság.
Legyünk egyetlenül őszinték. Beleszerettél ebbe a helybe, majd hogy nem itt nőttél fel, itt volt a 21. szülinapod és az esküvőd is. De sajnos sikerült egy időzített bombát venned. Én még életemben nem láttam ilyen konyhát. Semmi hangulat, semmi ugratás, semmi kommunikáció, és nyoma sincs az izgalomnak. Minden gépies. Csak kilapátolják az újra melegített kajákat, amit már előző nap megfőztek. Ijesztő, hogy ezt tettük, de azt mondod, a vendégek nem vennék észre a különbséget. Nem, de akkor is rengeteget kell ezen dolgoznunk, mert hidd el, hogy a főszakácsod teljesen elveszti az önbecsülését, ha ezt a szart kell kiküldenie. A személyzet nagyon kényelmes megoldásokat talált mindenre. Ellustultak az embereid, és ennek te fizeted meg az árát. Nagyon dühös vagyok, ugye tudjátok? És csalódott, mert amit itt tegnap láttam, az több volt, mint szégyenletes. Először azt hittem, hogy a La Gondola egyetlen problémája, hogy képtelen volt haladni a korral, de sajnos ennél sokkal többről van szó. 10 óra van, és a főszakács Steve és első számú segítője Gerett még csak most érkeztek meg. Ezzel az én éttermemben rögtön kinyírnák magukat, főleg, hogy ez a hely tavaly 75 ezer fontnyi veszteséget termelt. Ezek az arcok egyszerűen leszarják, hogy mi történik itt. Ezen a héten mennyi is volt a bevétel? Alig 500 font. Igen, így van. Igen? Igen. Csak a konyhai személyzet fizetése 1000 font. Ha nem lennének a zárt körű rendezvények, amik épp hogy fenntartják a helyet, mehetnétek munkát keresni. Én személy szerint legszívesebben mindenkinek rakétát dugnék a seggébe, hogy végre megértsék, hogy mi lenne a feladatuk az állandó balhézás meg a 20 évvel ezelőtti szép emlékek ápolása helyett. Elég a sok szarságból. Vasárnap van, ebédidő, és az étteremben 3 vendég van. Ha nincs épp valami rendezvény, nem sok történik a konyhában. Mindenki készen áll? Igen. Mindenki, kivéve a főszakácsot, ő már 30 éve pihen, basszus. Menjen a főétel! Még nincs teljesen kész, nincs kész. Olyan ez a konyha, mint egy nyugdíjas otthon. Hány napot dolgozol egy héten? 3-at? 3-at, 4-et, attól függ, hogy éppen hogy megy a bolt. Teljesen változó. Aha, hát ez elég érdekes. Jó napot! Jó napot! Örülök, hogy újra itt vannak. Köszönjük! Mióta is járnak ide? 36 éve. Tényleg? Igen. Hú, az nem semmi. Akkor törzs vendégek. Igen. Szóval, ha megváltozna az étlap, nem jönnének többet? Nem. Mit rendeltek? Á, látom a minestrónét. Igen, azt! Nos, azt hiszem, a La Gondolának fel kell készülnie arra, hogy elveszti a 3 törzs vendégét, mert ez a környezet szörnyű hatással van egy törekvő fiatal szakácsra. Gerett még csak 19 éves, de már most feladta. Nem valami inspiráló ez a helyzet. Így igaz. Nincs semmi, ami motiválna. Unalmas. De még mennyire? Amikor ekkora pangás van, egész este az órát nézem, hogy legyen már végre 10 óra, hogy hazamehessek. Korábban nem lehet, hát ha mégis jön valaki. Értem. Úgyhogy marad az órabámulás. Egyetlen embert láttam ebben a konyhában, akiben van valami ambíció, és ez nem más, mint a 17 éves segéd, Danny Holborn. Rendben vagy, Danny? Cseszett, jól csinálod ám. Köszönöm. Így kezdi mindenki, ugye tudod? Én is így kezdtem. Tudom, milyen magányos az ember a buborékok között. De hidd el, ha összekapod magad, előbb-utóbb a pezsgőben nézed majd a buborékokat. Kérsz egy pohár pezsgőt? Még nem vagyok 18. Cseszd meg, akkor majd becsempészük, oké? Okay? Hát jó. A kezdőket bátorítani kell, de Steve inkább a fegyelemre helyezi a hangsúlyt. Nem tűröm a mellébeszélést. Nem tűröd a mellébeszélést? Nem. És ha nem tartják be a játékszabályokat, mehetnek. Ezt mindig meg is mondom előre. Lehet, hogy a mostani sem bírja egy hétig sem. Na, nem mond. De. És miért? Tegnap nagyon közel járt ahhoz, hogy elzavarjam. Nálam nincs figyelmeztetés, ha nem viselkednek rendesen, úgy kidobom őket, mint a macskát szalni. Ilyen egyszerű. Ezzel azt akarod mondani, hogy nálam is rosszabb vagy? Nem, csak nem tűröm a szanságot. Aha. Ugye, hogy így van, Gerett? Ha nem elég, jó, kidobom. Steve-nek elég nagy a szája, de vajon tényleg ilyen fasz a gyerek? Ideje, hogy körülnézzek. Arra a téledbe. Tessék, itt a bizonyíték. Hát ez kb. Úgy néz ki, mint a hal kaja. És baromi gusztustalan szaga van. Tessék, egy fél doboz műanyag minestrone.
Na, hát legalább láttam. Csak nem vágom, mit kezd ezzel egy szakács. Daniela az új tulaj igazi olasz éttermet akar varázsolni a La Gondolából, de közben fogalma sincs arról, hogy mi folyik a konyhában. Ez a hely többek között a minestrone-ról híres. Igen, az nagyon finom. Majdnem olyan jó, mint anyukámé. Igen? Igen, nagyon jó. De miért készen veszed, Steve? Nem veszem, én csinálom. Akkor a minestrone por meg a számlák róla mégis mit keresnek itt? Igen, hát fele-fele arányban keverjük. Vagy úgy? Igen, fele-fele, és az a helyzet, hogy... Várj, nem értem, szóval van két tál, és az egyik... Nem, a felét megcsináljuk az acskósból, aztán teszünk bele frisset is. Steve úgy próbál spórolni, hogy a levest porral turbozza. Pedig az étlappal van az igazi probléma, ezeket az árakat ugyanis képtelenség tartani. Nézd meg a bárányt, csak azt, tessék, bárányszelet. Aha. Ezért a kajáért 16 font 50-et kéne kérni. Értem. De ti 10.90-ért adjátok. És ebben az az ijesztő, Steve, hogy észre sem veszed, hogy ahányszor eladsz ebből egyet, vesztünk 5 fontot. Igen, igen. Ha ma lenne 4 vendégünk, akik be akarnak sétálni ide, esküszöm, egyszerűbb lenne a kezükbe nyomni egy-egy ötöst az ajtóban, és elzavarni őket a búzsba. Be is zárhatnánk, legalább a pénzem megmaradna. Én csak azokra tudok hallgatni, akik már évek óta itt vannak, és ők azt mondják, hogy így is lehet rajta keresni. Na jó, de te is itt voltál már, amikor ezt összeraktuk. Úgyhogy... Persze, kenj csak rám nyugodtan, de akkor is az én pénzemről van szó. Igen, igen, tudom, hogy a te pénzed, úgyhogy próbáljunk megcsinálni valamit. És mi volt a lányod buliával a múltkor? Hadd fejezzem be. 10 font egy szoba, 10 font a kaja, hol volt ez a pénz? Ez az én éttermem, és valahogy elő kellett teremtenem a pénzt a költségekre, és a bulival még kerestünk is egy kicsit. Figyelj, ez Stella hibája, nem a mi. Nem a megfelelő emberrel kiabálsz. Igen, az ő hibája. Ne csináljátok ezt, fiúk, ha ez így megy tovább, egy hónapon belül kereshettek új munkát. Senki sem vállalja a felelősséget az étterem gondjaiért, mindenki csak a másikat hibáztatja. Elég aggasztó hallgatni, amit itt előadsz. Mert belőled pont kinézem, hogy egy nap majd besokalsz és fogod magad, kisétálsz innen. Elég kemény volt végighallgatni, hogy hogy beszélsz a tulajjal. És jobb, ha tudod, hogy én a helyében már rég kirúgtalak volna. Az a helyzet, hogyha meg akarsz maradni ezen a pályán, akkor muszáj lesz elkezdened rendesen főzni. Ki kell vinnem ezeket az embereket ebből a borzalmas konyhából, hogy egy kicsit helyre rakjam őket, úgyhogy meglátogatjuk Darby egyik legsikeresebb üzletét. Gareth, te vezetsz. Tanulunk egy kis történelmet. Jól van. Menjünk és nézzünk meg valami nagyon szépet. Valamit, ami tudott haladni a korral. Ez itt egy 1933-as Rolls-Royce. Nézzétek meg, gyönyörű. És itt van valami nagyon érdekes, mert ezt meg 79-ben gyártották. Tessék, egy kis történelem. A Rolls-Royce nem ült ölbetett kézzel, hanem mindig előre gondolkodott. Ez pedig a Phantom. Milyen, Danny? Szép és kényelmes. Nagyon komolyan néz ki. Steve, érted már, mire akarok kiukadni? Igen. Ők tovább tudtak lépni. Igen. Nem csak álltak és várták, hogy a Rolls-Royce majd eladja magát, de te sajnos most is úgy főzöl, mintha még mindig a 70-es éveket taposnál. Igen, most már értem, ez tényleg csodálatos, hihetetlen. Ismerek egy szakácsot, akinek ilyenje van. Gondolkodj el, Gareth, hogy keményen fogsz-e dolgozni, vagy kirabolsz egy bankot. Én bankot rabolnék. Na ne mondd. Nagy francokat. Danny, ugorjunk be anyukádhoz. Minden sikeres étteremnek a konyha a motorja, és ahogy a Rolls-Royce-nak, ugyan La Gondolának is meg kell teremtenie a saját modern klasszikusait. Első lépés az étlap. Mi a legfontosabb egy jó olasz étteremben? A tészta. Pontosan. Te mikor csináltál utoljára friss házi tésztát? Soha. Akkor gyerünk, ti csináljátok, én elmondom, hogy kell. Először is kell egy mélyedés. Egyszerűen magyarázom, hogy legyen idejük felvenni a tempót. A kétfogásos ebédmenü 6.50-ért a múlté, az új változat friss tészta és saláta 8.95-ért. Látjátok, kezd változni a színe, mert dolgozik benne a sáfrány. A friss tészta elengedhetetlen egy igazi olasz étteremben, és ráadásul könnyű vele pénzt csinálni. Sokkal olcsóbb, mint a bárány. Jó, rakhatod. Mehet a ricotta is. És azt akarom, hogy közben kóstold is meg.
Erről van szó. Oké, most figyeljetek. Mint egy kis csomagot, összehajtod, kinyomkodod a levegőt. Aztán összecsípkeded a széleket így balról jobbra, jobbról balra. És kész is a tortellini. Ki akarja megpróbálni? Persze, hogy lehet. Gyerünk! Még csak 10 perce csináljuk a tésztát, de már most úgy tűnik, hogy ezek a fiatal szakácsok élvezik, ha dolgozhatnak. Végre sikerült egy kis szenvedélyt vinni ebbe a konyhába. Jó, gratulálok. Megcsináltad életed első tortelliniét. Még soha nem csináltál ilyet, de most sikerült. Kész van. És ez remek! Megkértem Dennyt, hogy találjon ki néhány salátát az új étlapra. Először is beleraktam a paradicsomot meg a hagymát a tálba. Jó. Aztán egy ilyen ecetes öntetet raktam rá, és az egészet összekevertem. Jó, ez jól néz ki, kóstoljuk meg. Gyerünk te is, és ez mi? Rukkola és parmezán. Jól hangzik. Sajt. Nagyon finom. De a Lagondolában nem csak a konyhával vannak gondok. Hogy megmenthessük ezt a süllyedő hajót, felhívtam Joe Barnes-t. Az ő cége csinálja az én éttermeim PR-ját is. Joe Barnes. Mit gondolsz? Elsőre hangulatosnak tűnik. Nyikorgó lépcső. Hűha. Ő Dan. Üdv. Elképesztő ez a csillag. Nézd meg ezt a táncparkettet. Egy páran koptatták már, az biztos. Ez tankönyvbe illő belső tér. Igen. Leginkább történelemkönyvbe. Így van. Mit gondolsz, mivel lehetne eladni ezt a helyet? Nem akarok negatív lenni, de elsőre azt mondanám, hogy kezdjék előről az egészet. És hogy teljesen át kell alakítani a helyet. Új belső tér, új név. Tiszta lappal lehetne indulni. De erre nincs pénz. Amiben viszont bele lehetne kapaszkodni, az az eredetisége. Igen. Nekem kifejezetten tetszenek a fehér oszlopok és a tánctér. Itt azzal kell dolgoznunk, amink van. Daniela és Stella kénytelen lesz Joe-ra hallgatni, mert az ő ötleteik eddig mind csődöt mondtak. Nem is találom itt. Az éttermek címszó alatt kell lennie. A kontinentálisnál. Ja, vagy úgy? Atyaik, szóval végigmész az összes nyugtató masszázson, meg a többi szaron, és akkor a végén ott figyel a Lagondola. Próbálják ki legújabb étlapunkat, asztalfoglalás folyamatosan, ennyi. Bocs, de ez teljesen használhatatlan. Szerintem végig kell gondolni, hogy mik az étterem erősségei. Például, hogy családi vállalkozás, hogy nagyon jó terek vannak, mint amilyen a táncparkett. Ezeket kell kihasználni. Valami ütőset kell kitalálni, ami ide vonzza a vendégeket. Sajnos az étterem hírének annyi. Nem, ez így nem igaz. A baj az, hogy az emberek megfeledkeztek a Lagondoláról, de nincs rossz híre, egyáltalán nincs. Szerinted ennek a helynek jó híre van? Látod, én mondtam, hogy a múltban élsz. Nem jó, de elfogadható. Magaddal sem vagy őszinte, ennek a helynek szar híre van. Nem igaz. De hidd el, hogy így van. Bementél a városba, és minden vendégünkkel beszéltél. Nem, itt találkoztam. És egyik sem volt elégedett. Egy szál vendég sincs, tök üres ez a hely. Azt akarod mondani, hogy azok az emberek, akik hirdetést adtak fel az újságban, hogy megköszönjék az étteremnek azt, hogy jól érezték magukat. Nem érted, miről beszélek. Ha végighallgatnál, akkor rögtön rájönnél, miről is van szó. Ha van egy sikeres éttermed, az rengeteg pluszt tud adni. De ez a hely elvesztette a jó hírét. Az üzlet a béka segge alatt van, és az utóbbi 10 évben a rendezvények is elmaradoztak. Fogadd el, hogy ennek az étteremnek nincs jó híre, és ne várd, hogy igazat adjak neked, mikor a főszakács levesporból csinálja a minestrónét. Ilyen nincs. El kell terjesztenünk a városban, hogy a Lagondola megújul. Úgyhogy megkértem Stellát, hogy eresszen meg pár telefont, és hívja meg ebédelni a helyi üzletembereket. Ez jó lesz arra, hogy csináljunk egy kis hírverést, és arra is, hogy lássam, Steve tudja irányítani a konyhát. 25 éve apám még ide járt üzleti ebédekre, de az utóbbi időben nem igazán volt alkalmas erre ez a hely. Nem jöttem volna ide magamtól. A mai ebéd első számú célja, hogy 3/4 óra alatt mindenki végezzen. Nincs külön zöldségtálalás, úgyhogy gyorsabb lesz a felszolgálás. De vajon elég gyors lesz a konyha? Mindegy, hogy tele vagyunk, vagy csak egy-két vendég van. Úgy csinálom, ahogy szoktam. Dan, készen állsz? Igen. Jól van, most jön a nap izgalmas része, oké? Lássuk, hogy boldogulsz a tányérokkal. Oké. Légy jó nagyfiú, gyerünk. Egy frittelta, egy bruschetta és egy tejet élő. Úgy tűnik, hogy az új tésztaételeknek sikerük van. A hármas asztalnak nagyon ízlet. Ilyen se volt még. Nagyon finom. És nem drága, csak kicsit sokat kell várni. Mármint ahhoz képest, hogy ez egy üzleti ebéd. De a szervezettség teljes hiánya megint padlóra küldi a konyhát. Atya ég, gyerünk emberek!
Kell, hogy legyen itt valami rendszer. Steve, igen? Ha összezavarodtál, akkor szólj és segítek, rendben? Rendben. Mert megint elhallgattál, nem viselkedsz úgy, mint egy főszakács. Nézd meg, egyik szakácsot sem tudja, mit csináljon. Még Danny sem. Kézbe kell venned az irányítást, érted? Igen. Amikor kérik, megfőzzük frissen. Az étteremben nagyon sokan várnak, a rendeléseket pedig sikerült teljesen összekeverni. Azt mondtad, 4-es asztal, ugye? 3 tagliatelle, 1 bruschetta. Igen. Most ment kire, képzeld, vissza is jött, mert már a kávénál tartanak, rég megkapták a főételeket. És egy egész asztal mást kapott, mint amit kért. Kezd előről az egészet, nézd meg, ez jéghideg. Mi van a 8-as asztal előételével? Már megkapták. Igen? Igen. Akkor miért nem húztad ki, Steve? Nem csoda, hogy káosz van, baszki. Ez rohadt fontos. Ha kiküldted, rögtön húzd ki. Világos? Világos. 2-es asztal előétel 2 személyre. Ez csak 35 vendég volt. Néhány nap múlva újra akarjuk indítani ezt a helyet, méghozzá 2-szer ennyi vendéggel. Kezdek aggódni, hogy Steve nem lesz rá képes. Mi volt a mai ebéd tanulsága? Nekem az, hogy ebben a konyhában mindenki egyedül dolgozik. Tisztában vagytok ezzel? Igen. Itt ma nem láttam szart se. Nulla csapatmunka, egyszerűen képtelenek vagytok kommunikálni egymással. Ez egy rémálom. Tudom. A rohadt életbe ez iszonyú nehéz. Mert nem arról van szó, hogy egy öreg fiúnak meg kell tanítani pár új trükköt, hanem hogy rávegyem, hogy ne legyen egy lusta pöcs. Ma tök egyszerű ételeket kellett főzniük. Risottót, tésztát, bruschettát, és még így is elcseszték. A La Gondola épp süllyed. A konyha készen vett almáspitével próbál boldogulni, és a személyzet sem akarja összeszedni magát. Sosem tudom, hogy akarott-e majom. Kevesebb, mint 48 órán belül Daniela, az új tulaj, újraindítja az éttermet. Ma már hajnali 5-kor felébredtem. Nem szoktam káromkodni, de nagyon be vagyok szarva. A gond az, hogy Daniela főszakácsa konzervekkel és zacskós ételekkel alibizik. Át akarom szabni az étlapot, de kérdés, hogy mi az, amit Steve egyáltalán meg tud főzni. Megkértem, hogy készítsen nekem valamit kizárólag friss alapanyagokból. Szóval mi van benne, vaj? Igen. Vöröshagyma? Vöröshagyma, egy kis olívaolaj. Aha. Friss édeskömény, meg egy kevés narancshéj. Aha. Liszt? Honnan jött az ötlet? Akkor csináltam ilyent, amikor még Oxfordban dolgoztam. Szóval úgy 35 éve? Igen, elég rég volt. Steve egy klasszikus olasz pisztrángételt készít nekem. Csodás az illata. És akkor kicsit feldíszítjük. Kicsit meglepett, hogy úgy sütötted a pisztrángot, hogy előtte nem tisztítottad meg. Igen. Szóval, amikor eszem, ott van egy csomó pikkely a számban. Időt spórolok. Időt? Igen. Inkább elfelejtetted. Szerintem ez eléggé borzalmas. Őrület, hogy egy 51 éves szakács csak egy ilyen szarkupacot tud összehozni. A szájpadláson tele halpikkellyel, nincs leégetve az alkohol, ez iszonyat, Steve. Steve szánalmas próbálkozása után meg akarom nézni, hogy a többi szakács mire képes. Szerinted ez nagyon ízletes? Nem kell ez a szósz. Részemről ezzel cseszted el az egész ételt, hogy ráraktad ezt a ragacsos gányt. Olyan, mint a tapétaragasztó. Igazából oda kéne adnom Danielának, hogy vakolja be vele az étterem homlokzatát. Ez, barátom, egy korrekt szarkupac. És ez mi van benne? Belül? Aha. Ja, hogy a csirke van belül? Igen. Ez valami lengyel kaja? Nem, nem. Aha, nyers a csirke. Na most per pillanat nem engedhetem meg magamnak, hogy megpusztuljak, és semmi szükségem egy rohadt szalmonella fertőzésre. Szóval jó lenne, ha ezt most kidobnád a kukába, jó? Egyszer már megmérgeztek, és ez nem fog még egyszer megtörténni. Itt tényleg ijesztően nagy a baj. Még életemben nem mondtam ilyet egy étteremben sem, mert általában bíztatom a népeket, hogy pörögjenek és tegyék a dolgukat. De nektek most azt fogom mondani, hogy adjátok fel. Ne erőlködjetek, ha nem akartok igazán megváltozni. De ha a változás mellett döntötök, akkor készüljetek fel a kőkemény munkára. Meg kell szabadulnunk ettől a sok szartól. Nem lehet 80-90 féle étel. Milyen az, amikor ennek az embernek szünnapja van és 25 foglalás van? Őrültek háza, nem?
Ha így főzöl, szerinted joggal hívod magad szakácsnak? Amikor fagyasztott holmikat melegítesz és gombát sütsz ki olajban? Nem. Tényleg fontos neked a főzés, vagy inkább szeretnél úgy maradni, ahogy vagy? Főzni akarok. Teljesen biztos vagy benne, hogy főzni akarsz? Igen. Nem annyira bonyolult dolog a főzés. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy visszamegyünk az alapokhoz. Szerkesztettem egy új étlapot, ami annyira egyszerű, hogy nem okozhat gondot. Egy könnyű nyokki lazaccal és tárkonnyal. Egy egyszerű paradicsomos mozzarellás risotto. Ez a paradicsom még túl sűrű. Túl sűrű, igen. Ezeket az ételeket csak nem cseszik el. Rohadt telefon. Friss, illatos keverék. Steve, ne könyökölj. Kösz. Gerett, 19 évesen nem lehet nehéz megértened ezt a modern megközelítést, amit mutatni szeretnék. Semmit sem főzünk rohadt zacskókból, semmit nem szolgálunk fel, amit 3 napja főztünk, hanem csak tiszta és friss ételeket teszünk az asztalra. Gondolj csak arra a gyönyörű Rolls-Royce-ra. Rendben, neki is látok. Érdemes reggel felkelni az ágyból? Igen. Na, náhogy érdemes. Nagyon könnyű, oké? Dennyre még sosem bíztak kaját, úgyhogy most megnézem, hogyan boldogul a zöldségekkel. Gondoskodnod kell róluk, tudod? Mintha szerelmes lennél beléjük, vagy ilyesmi. Értem, Gordon. Gyönyörű. Jó meleg van, mi? Baromi meleg, bizony. Üdv az igazi konyhák világában, nagyfiú. Te izzadsz. Igen. Jól áll? Most először. Most izzadsz először? Itt a konyhában, igen. Jól van. Megcsináltad a paprikákat? A padlizsánt? A diós tököt? Igen. És ha most körbenézel, azt látod, hogy az elmúlt pár órában te irányítottad a zöldség részleget. Így tovább. Most már van egy rendes étlapunk az újraindításhoz. Ideje kicsit lomtalanítani. Stella? Hadd kérjek valamit. Kérlek, gyere ide, csukd be a szemed, és fogd meg ezt. Most? Igen. Borzalmas. Baromi undorító. Koszos, poros, műanyagvirágok. Martin, azok a limlomok az asztalon úgy festenek, mintha egyenesen a bolha piacról hozták volna őket. Olyan vagy, mint valami öreg lány, aki semmit sem akar kidobni. Szabadulj meg tőle! Még ma repülnek. Helyes. Olyan, mint egy reptéri kápolna. Ott látni ilyen cuccokat. Sajnálom, de egyszerűen borzalmasak. Fogd ezeket, és vágd ki a kukába, jó? Örömmel. Ez az én emberem. Fú, már is sokkal jobban érzem magam. Megszabadultam a nagyanyám bugyjától, már nem ér idáig. Sőt, lehet, hogy felveszek inkább valami szexisebbet, most, hogy már látom ezeket a fehér terítőket. Jól érzem magam itt. Bizony, tiszta és friss. Aha. Te szívesen hordanál nyakigérő bugyit, Stella? Jaj, ne csináld, Gordon. Maradjunk az étteremnél. Csak kérdezem, felvennél egy eddig érő bunda bugyit? Nem. Nem? Na, akkor szabadulj meg a virágoktól. Egy régi dolgot viszont találtam, amit érdemes megtartani. Ez még a régi étlapunkon volt rajta. Aha. És mindent az asztalnál csináltatok? Igen, mindent. Azért hagytátok abba, mert a régi étlapon volt? Igen. Volt, amikor egy ember egész este csak ezt csinálta. Enyhén barnára sütöd? Szép aranybarnára. Azért kértem Martint, hogy tartson egy bemutatót, mert szerintem a flambírozást érdemes visszahozni. Jézus Isten! Ez hiányzik neked? Igen. Mert baromi jól csinálod. Remélem is. Igyekszem. Ez lehetne ennek az étteremnek a specialitása. Ez művészet. Köszönöm. Igazán nincs mit. Őrület. Ha olyan jó is, mint ahogy kinéz, megy vissza az étlapra. Hmm. Egyszerűen isteni. Baromi finom. Kinek kell borlap, amikor berúghatsz a desszerttől? Ma indul újra az étterem. Amellett, hogy visszahoztam a flambírozást, úgy döntöttem, újjáélesztem a táncparkettet is. Jön egy zenekar, és végre úgy tűnik, hogy a személyzet is képben van. 70 vendégre kell ma este számítani, ami 2-szer annyi, mint az üzleti ebédkor volt. Nagy kihívás ez a konyhának, össze kell kapniuk magukat. Dennyre bíztam a személyzeti vacsorát. Általában nem tartanak ilyet, pedig remek módja a csapatépítésnek. Ami a legfontosabb a személyzeti vacsoránál, nagyfiú, az az, hogy kipucold a hűtőt. Oké. Úgyhogy most pörögnünk kell, 10 percünk van.
Steve, szerintem jó lehetőség neki ez a személyzeti vacsora, hogy megmutassa, mit tud. Én bizalmat szavazok neki. Persze, miért ne? Sajnos Steve nem tűnik túl magabiztosnak. Kicsit aggódom, így egy órával a vendégek érkezése előtt. Futkározol itt körbe, és előkészíted a tálaidat, meg a cuccaidat, de ezt már a múlt héten is láttam. Be vagy gubózva? Nem, körbe akartam menni, és megbizonyosodni arról, hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga, és tudják, hogy mit akarok, amikor szólok nekik. Jó, hogy tisztán látsz mindent, de tudod... Igen, most beszélni fogok velük. Érted, mire gondolok? Igen. Át kell adnod nekik ezeket az információkat. Persze, rendben. Van valami, de nem tudom, hogy ez most idegessége vagy sem. Én is stresszelek, mint bárki más, én is ember vagyok. Hogy idegesebb vagyok-e, mint a többiek, azt nem tudom. A risotto csodálatos. Gratulálok, Daniel, nagyon jó. Steve, te nem eszel? Hát én kétszer ettem péntek óta. Csak kétszer ettél péntek óta? Igen, nem nagyon eszem mostanában. Tényleg aggódom Steve miatt. Nagyon idegesnek tűnik. Megvannak az étlapok? Minden készen áll, de az utolsó pillanatban Steve kiakadt. Na figyeljetek, ma én irányítom a konyhát. Ezt igazából nem nekem kéne csinálnom, de Steve megkért, hogy így biztosítsuk a kellő gyorsaságot. Kommunikáljatok, figyeljetek egymásra, jó? Dolgozzatok egymás keze alá. Gerett, mit csinálsz, ha el vagy havazva és ideges leszel? Segítséget kérek. És mint töltöd ki a dühödet? A tésztán. Így van, levezeted a tésztán, nem Daniellán. Élvezzétek a főzést, mosolyogjatok, végig ott leszek mögöttetek. Mosolyogjatok! Egy tortellini, egy pármai sonka fügével, egy antipasto, egy linguini rendel. Főítelnek egy gnocchi, egy tonhal, egy lazac, egy bárány. Várok valami reakciót. Igen, főnök. Igen, főnök. Köszönöm, jó fiú. Ezt nem nekem kéne csinálnom. Steve-nek tudnia kell irányítani a saját konyháját, úgyhogy én most csak megadom a kezdőlökést. Szóval 2 percen belül kérek egy nyokkit, egy tonhalat, egy lazacot és egy bárányt. Steve, holnap már egyedül vagy, és nagyon jó lett volna, ha már úgy 10 évvel ezelőtt bevezettél volna egy ilyen rendszert. Tudom. Ugye tudod, nagy fiú? Akkor nem lenne ilyen rohadt nehéz 51 évesen. Köszönöm. A 14-es mehet. Gerett, kérlek, figyelj a tésztára, jó? Legközelebb tökön szúrlak. 2 bárány, 1 steak, 1 tonhal. Igen, séf. Szépen, szépen rakd a tányérra, mintha szeretnéd, jó? Friss tárkonya tetejére. Gyerünk! Milyen érzés rendesen főzni? Hát... Más. Aha, ne, nem erre voltam kíváncsi. Izgalmas, nagyon jó lesz, ha beindul a rendszer. Csak így lehet csinálni, Steve. Igen. Én állhatok itt és irányíthatok, de ebből te szart se tanulsz, barátom. Ez igaz. Most már neked kell átvenned, ugye tudod? Igen, tudom. Irányítsd a konyhát és vezesd a csapatot. És ha nem hallom, hogy beszélsz hozzájuk, akkor felnyomom azt a villát a seggedbe. Elég nagy darab. Bizony az. Tizenöt év elteltével Martin újra flambíroz az asztaloknál. Jó zene, alapos és stílusos kiszolgálás, a lagondala végre simán siklik. 3 bárány, 2 steak, 1 tonhal. Anna, beküldenéd Joannát? Mit jelent ez a sok nyíl? 2 közepes és 1 jól átsütő. Ez a közepes? Tök jó. Az első főételet 3 bárány, de még az előételeket sem vitték ki. Köszönöm. Ahogy felpörög a hangulat az étteremben, úgy lassul be a konyha. Ne! Húzd ki! És mi van azzal a 4 személyes asztallal? 2 steak, 1 tonhal, 1 lazac. Oké. Okay. Már megint csendben vagy. Hol a saláta? Kész? Akkor jöhet a tonhal. De ha végre kijut az étel, akkor sikere van. Sosem láttam még nőt ilyen sebességgel kitörölni a tányérját, mintha egy hordozható mosogatógépet vinnél vacsorázni. Csodálatos volt. Nagyon-nagyon jó dolog kipróbálni ezeket az eredeti olasz ételeket. Hogyha tartják ezt a szintet, amit itt ma este hoztak, akkor visszajövünk. Sikere van az új étlapnak, de miután átadtam az irányítást Steve-nek, nagyon belassult, és éppen hogy csak megúsztuk.
Gyerünk, Steve, utolsó asztal. A rohadt életbe. Gyere, gyere ide. Danny, kapcsold ki a sütőket. Őszintén, milyennek érezted? Lehetett volna jobb. Hogy? Lehetett volna jobb, mehetett volna simábban, több kommunikációban. Igen? Igen. És kinek kéne többet beszélnie? Nekem. Halleluja. Mivel Steve-et rákényszerítettem, hogy nézzen szembe a félelmeivel, úgy korrekt, ha én is ezt teszem. Utálok táncolni. Te jó ég! Na jó, mehet? Egy, össze, előre, össze, ki, be, ki, négy, egy, kettő, vissza, össze, négy! Beszarás! Utoljára a focipályán mozgott így a lábam. Baromi kemény hét volt, de azt hiszem, sikeresen megmutattuk a személyzetnek, hogy van még élet a gondolában. 2000 font egy este alatt. Múlt héten az egész heti forgalom 500 font volt. Ez most betekintést nyújt abba, hogy mire képes ez a hely. És mindez min múlik, Steve? A kaján. A kemény munkán. Ennyi. Kemény munka. Ez a konyha annyira leragadt a múltban, hogy még nekem is megfordult a fejemben, hogy bedobom a törölközőt. Átszenvedtük magunkat egy szülinapi vacsorán és egy üzleti ebéden. De a táncos est megmutatta, hogy a legondola újraéleszteti a régi szép időket. Új étlapot és új munkamorált vezettem be, de vajon megtartják majd ezt a lendületet, ha már nem leszek itt, hogy fogjam a kezüket? Dannynek, a segédnek jó esélye van, hogy remek szakács váljon belőle. Kiderült a héten, hogy el tudott készíteni a személyzeti kaját. Ez egy jó feladat, nem igaz? Mondtam is nekik a múltkor, hogy én főzni akarok, és nem a koszos edényekkel vacakolni egész nap. Nem, ahhoz te túl jó vagy. Gerettnek is jó esélye van, hogy révbe érjen, ha dolgozik. Többet tanítottál nekem, mint ő évek alatt. Ki akar törni belőled a nagyon mélyen szunnyadó tanulni vágyás? Úgyhogy hozd ki magadból a rohadt életbe! De Steve miatt még mindig aggódom. Azt hiszem, elfelejtetted, mit jelent a főzés, a szenvedély, a lelkesedés. Igen, igazad van, túl sokáig voltam takarékon, és berosdásodtam. És ha nem találok megoldást, ez csak tovább fog romlani, de nem adom fel, bele fogok adni mindent, majd meglátod. Gyere majd vissza. Ó, én tuti, hogy visszajövök. Igen, de a kérdés inkább az, hogy te akkor itt leszel-e. A nyáron egy hetet töltöttem a legondolában Darbyban, ahol komoly próbának voltam kitéve. Egy étterem 30 éves lemaradással. Olyan, mintha a múltban lennék. Már sokat gondolkodtam, hogy változtassunk-e rajta, vagy várjuk meg, amíg újra ez lesz a divat. Nulla vendéggel. Ennek a helynek szar híre van. És a világ legrosszabb főszakácsával. Őrület, hogy egy 51 éves szakács csak egy ilyen szarkupacot tud összehozni. De valahogy sikerült újra lendületbe hozni a helyet. 4 hónap telt el azóta. Valaki van a gondolában. Ki az? Hogy vagy? Remekül. Jó, egy gyors puszi. Mi a helyzet? Fodrászhoz mentem volna, és átöltözöm, ha tudom, hogy jössz. Miattam nem kell. Steve, gondolom, készül a vacsorára. Steve elment. Kisétált egy héttel azután, hogy te elmentél. Ahogy kitettem a lábam? Nem érzett magában elég energiát, átgondolta és elment. Nem érzett magában elég energiát? Könyörögtem, hogy maradjon, de azt mondta, hogy ő eldöntötte, azt hiszem, most egy pubban dolgozik. Egy pubban? Igen. Milyen kaját csinálnak? Hát a féle mikrós kajákat, ami egy perc alatt elkészül. Nem zaklat fel a dolog, mert nem állt készen arra, hogy összeszedje magát és kihúzza ezt a helyet a szarból. És most ki a szakács? Ó, be kell, hogy mutassalak neki, megmentette az életemet. Hello, Wayne, hogy vagy? Hello, remekül. Gordon, örvendek. Szóval milyen stílusú most az étlap? Az étlap stílusa? Hát tulajdonképpen csak most érkeztem. Á, értem. Szóval... Nem volt még időd rá. Elnézést, volt azóta szakácsod? Volt. Többel is próbálkoztam, legalább 4-gyel. Volt egy, aki csak feng shui stílusban volt hajlandó főzni. Feng shui stílusban? Hát igen. Még Wayne is szétröhögi magát.
Kiderült, hogy Daniela több szakácsot is próbára tett, miután Steve lelépett. Legalább nem lép kétszer ugyanabba a szarba. És Gareth? Ő itt van még? Nem, ő tegnap ment el. Steve átcsalogatta abba a pubba, pedig itt is dolgozhatna. Azt hiszem, túl nagy kísértés volt a pénz. Ez kemény. Pipa vagyok, hogy Gareth nem tartott ki, de talán a tiszta lap a legjobb Danielának. Igen, és állandóan hülyére akarták venni ezt a nőt. Pontosan. És sajnos, mivel ilyen kedves és szelíd, mindenki kihasználta. Már-már röhelyes szinten. Így van. De most kézbe vette az irányítást, és rendbe rakja ezt a helyet. Kérlek, mondd, hogy Danny itt van. Dolgozik ma este. Igen, dolgozik ma este. Oké, és hiányoztam, Danny? Igen. Te is hiányoztál, ugye tudod, nagy ember? Ja, nagy ember. Kis pöcs. Danny a biztatásomon felbuzdulva több feladatot vállalt. Megvan a tejszín, Daniel. Talán ők lesznek Wayne-nel a dinamikus duó, akik megadják a legondolának a biztos hátteret. Az alsó polcról a bazsalikomot. Gyorsan kérlek. De a puding próbája az evés. Megkóstolom Wayne diós töklevesét. Remélem jobb lesz, mint Steve zacskós minestrónéja. Szép a színe, és fantasztikus az illata, és... Finom. Nem nehéz elkészíteni. Egyszerű, házias étel. De rengeteget elmond egy étteremről. Megtartották az élőzenét. Martin még mindig varázsol, és most már főételeket is flambíroz, nem csak desszerteket. Fantasztikusan néz ki. Szuper az illata, elképesztő. Igen, és majd, ha megkóstolod. A flambírozott sztéken. Nagyon jó véres. Pont olyan íze van, amilyennek lenni kell. Remek. Daniela megtartotta az egyszerű és modern étlapomat, és friss alapanyagokból főznek a zacskók és konzervek helyett. A bevétel meg négyszereződött, amióta itt voltam. Csodás volt, és nagyon örülök, hogy az volt. Jól csináljátok a dolgokat. Rengeteg bátorságot adtál. Kellett, hogy valaki felnyissa a szemem, hogy lássam, mi az álom és mi a valóság. Hála az égnek, hogy felébredt. Azt hitte, egy sikeres helyet vett meg. Valójában beruházott egy rakás alkalmatlan emberbe és egy szakácsba, aki szart az egészre. Most már megvannak az alapok, és ha jó irányba folytatja, ez a hely fennmaradhat a következő 30 évre is. Jó kaja, jó kiszolgálás, jó hangulat, és élvezd, amit csinálsz. Ilyen egyszerű. Well, that's the last one for now, but you can catch up on any you've missed over on More 4 Thursdays at 10. Next here on Channel 4, Gordon Ramsay's Greatest Fear, a case of mass food poisoning in No Angels.